A felismerhetetlenségig összetört a balesetet elszenvedő mindkét kocsi. A hatalmas erejű ütközés az M6-os autópályán történt még 2021 májusában. Az Audi sofőre nagyjából 155 km/órás sebességgel haladt. Nem vette észre az előtte szabályosan közlekedő másik járművet, amiben hátulról belecsapódott. A vétlen vezető utasa súlyosan megsérült, mások mellett több bordája is eltörött. Kórházba szállították, ahol néhány nappal később elhunyt. A Paksi járásbíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki közlekedési baleset gondatlan okozásának vétségében, ezért 450 000 forint pénzbüntetésre és 1 év 4 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. A sofőr azért nem halálos baleset okozása miatt állt bíróság elé, mert a kirendelt szakértő szerint a tragédia nem az ütközés következtében történt. A sértett halála nem volt összefüggésben a közlekedési balesettel, legalábbis nem lehetett megállapítani az eljárás során, így a bűnösség erre nem terjed ki, kizárólag a közúti baleset gondatlan okozásának vétségére. Vagyis nem kell börtönbe vonulnia a balesetet okozó figyelmetlen sofőrnek.